nátha kis köhögés, kis orrfolyás, ősszel gyakorta jelentkeznek ezek a tünetek a gyerekeknél, és ezekkel a tünetekkel gyakran rohanunk a gyerekorvosokhoz is. Érdemes azonban egy pillantást vettünk a gyerekorvosi várókra is, ahova gyakran olyan tünetekkel érkeznek meg gyerekek, amiket elegendő lenne otthon kezelni, vagy adott esetben egy online platformon az orvossal egyeztetni, és akkor a várokban elkerülhető lenne a zsúfoltság. Igazolásgyárként működő gyermekorvosok és előregedő praxisok, mindez a koronavírus árnyékában. Erről lesz szó a mai Köztérben. Tartsanak velünk! Sajnos nem rózsás a helyzetünk. Most szeptember 1-ével megint nyugdíjba ment egy kolléganőnk, így pár éven belül 6-tal csökkent a gyermekorvosi körzetek száma, 22-ről 16 orvos dolgozik jelenleg, és ráadásul a korösszetételünk, hát hogy úgy mondjam, finoman szólva tragikus, mert a 16 főből 7-en elmúltak 70 évesek, és 3-an vannak csak 60 év alatt. Sajnos hiába szeretnénk, valamiért nem igazán érdeklődnek a kórházi fiatalabb kollégák, hogy a körzetbe folytassák a munkájukat, pedig szerintem sok szépség van benne. Persze most azt gondolhatnánk, hogy ez nem jelent problémát, hiszen hamarosan érkeznek majd a fiatalok, és megoldódik a probléma. Azonban úgy tűnik, a várva várt felmentőseregnek, vagyis a fiatal orvosoknak jelenleg valamiért nem szimpatikus a gyermekorvosi praxis kiváltása. Az okok a következők lehetnek. Összetett az ok, valószínű. Talán a mai korosztály jobban megszokta azt, hogy team munkában dolgozik. És hát itt azért ez kevésbé adott, bár bármikor tudok én is a kolléganőimmel konzultálni, ha valami olyan eset van, de nyilván elsősorban magunkra vagyunk hagyva a munkába. Aztán az is probléma például, hogy délután 6 óráig tart a délutáni rendelés, és azért kisgyerekes szülők sokszor nem tudják megoldani, hogy hát adott esetben télen 6:30-7-kor távozzanak a munkahelyükről. Aztán az is probléma, hogy talán szakmailag nem érzik elég kihívásnak, amit itt csinálni kell. Ebbe szerintem egyébként tévednek, de kétségtelen, hogy az időnk nagyon nagy részét az igazolások gyártása köti le, és ez se nekünk, de nekik végképp nem vonzó. Itt ennél a pontnál pedig már meg is érkeztünk a már említett igazolásokhoz. Ez talán a beszélgetésnek a fő indító motorja. Ezeknek az igazolásoknak a legyártása teszi ki ugyanis a gyerekorvosok idejének a nagy többségét. Sok esetben egy egyszerű igazolás miatt egy sima orrfolyással kell megérkeznie a szülőnek a váróba, adott esetben a már egészséges gyerekkel együtt. Ugye tudjuk, hogy a gyerekek betegségeinek a nagy része ilyen banális betegség. Tehát a nátha, a köhögés, az alkalomszerű hányás, a kisebb hasmenések egyáltalán nem igényelnek orvoshoz fordulást, és a világ többi országában se fordulnak orvoshoz ezzel az emberek. Erről egyébként vannak konkrét példáim is, mert hál' Istennek vannak hazaköltöző családok, és azokat kiszoktam faggatni, hogy ott kérnek-e igazolást. Például nem kért, még egyetlen egy országban se kértek rajtunk kívül. Azt gondolom, hogy ott úgy működnek, hogy eleve orvoshoz csak megszűrve jutnak el. Lehet, hogy néha későn. Tehát én azt, hogy ott több napig kell várni, hogy orvos elé kerülhessenek, nem tartom normálisnak adott esetben, de ez sem, hogy minden beteget, vagy illetve nem, tulajdonképpen a náthás gyereket nem nevezném betegnek, de azonnal be kell hozni. Néha azt mondják az óvodából, vigye az orvoshoz. Miért? Most belázasodott. A belázasodás órájában 99%-ban semmit nem látunk. Nem tudjuk eldönteni, hogy mi lesz belőle. Itt feltehetjük rögtön a kérdés, hogy miért van ez így? Az 1000 dolláros válasz a kérdésre egy máig hatályban lévő törvényi szabályozásban rejlik.
Magyarországon sajnos él az a jogszabály, hogy közösségbe nem mehet csak az a kisgyerek, aki betegség esetén orvosi igazolást visz, anélkül nem engedik vissza. Holott mi is csak azt látjuk, hogy éppen hogy van a gyerek, ha bejön, de amúgy a szülőre kell, hogy hagyatkozzunk, mert a szülő látja, hogy van-e még hasmenése, jobban eszik-e a gyerek, köhög, nem biztos, hogy itt köhög a rendelőbe, lehet, hogy éjszaka otthon. Tehát mi is azt kell elhiggyük, amit a szülő nekünk mond, hiszen legtöbbször egy pillanatszerű képet látunk itt bent. Tehát mi elhisszük a szülőnek, hogy a gyerek tünetmentes, óvodába, iskolába engedhető. Tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a legtöbb szülő felelősségteljes, és ugyanezt elhihetné az óvoda is, és az iskola is, és akkor a szülőknek nem kéne felesleges köröket róniuk, nekünk pedig másra jutna több időnk olyasmire, amivel lényegesen többet kéne foglalkoznunk. Az időt az igazolások gyártása helyett tehát fordíthatnák a gyermekorvosok a gyógyításra is. Igény lenne erre bőven, de az időt viszi az értelmetlennek tűnő szabályozás. Rengeteg a pszichoszomatikus beteg, akiknek a lelki problémáit kideríteni valamilyen szinten, természetesen mi nem vagyunk pszichológusok, és meghagyjuk a hosszú távú terápiát a pszichológusoknak, de azért sokszor néhány jól irányzott mondattal helyre lehet tenni a gyerekek hasfájását, fejfájását, rá lehet jönni, hogy például állandóan nyomkodja a telefonját, keveset alszik, energiaitalt iszik, és akkor már is kiderül, hogy miért fáj a feje. De számtalan ilyen példát tudnék mondani, de azért ezek időigényesek, ez nem annyi, hogy most volt láza, nem volt láza, köhög, nem köhög, azért itt kicsit mélyebben bele kell menni a részletekbe. Azon felül sajnos a gyerekek között is vannak krónikus betegek, a krónikus betegeket gondozni kell. Ha hirtelen felmerül valami akut probléma valakivel, akkor az azért időigényes sokszor, hogy amíg el tudjuk indítani, hogy a megfelelő kivizsgálásra jusson, a megfelelő betegutak megszervezése, ezek időigényes dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk inkább ez a szerepünk, nem szólva arról az örvendetes tényről, hogy az újszülöttek száma nem változott, sőt, igazából inkább emelkedik, és ma egy újszülöttnek összeszámoltam 18 hónapos koráig 10 darab kötelező oltást kell beadnunk, és 7 darab választható oltást is, ha a szülő kéri. Tehát ez önmagában egy óriási mennyiségű munka, és igyekszünk mi is ennek eleget tenni, és tényleg szerintem minden kollégám azon van, hogy a lehető legtöbbet nyújtsa a pácienseinek, de az igazolások tömkelege, ami sajnos most ősztől megint elindul, ez egyszerűen kibírhatatlanná teszi a helyzetünket. A koronavírus a legtöbb élethelyzetben bonyolított a dolgokon. És bármennyire is nehéz kimondani, de a gyermekorvosoknál néhány előnye is volt ennek a vírusnak. Sokan ugyanis rákényszerültek arra, hogy kisebb problémák esetén telefonon vagy akár online formában konzultáljanak a házi orvosukkal. Na, itt történt azért a koronavírus kapcsán egy jelentős előrelépés, a telemedicina berobbanása az összes orvosi ténykedésbe, azt gondolom, de nekünk ez különösen nagyon hasznos. Ugye ehhez mindenképpen kellett az okostelefon, a számítógépek, a tabletek. Mi a koronavírus után, illetve már az alatt is életben voltak azok a rendelkezések, hogy ne jöjjenek a rendelőbe a beteg gyerekek, hanem konzultáljanak velünk, és akkor már az igazolásokat annak alapján adtuk ki, hogy a szülő elmondta, hogy otthon fogta a gyerekét, mert volt egy kis náthája, egy kis köhögése, vagy adott esetben egy napig lázas volt, de aztán teljesen jól volt, hogy ha olyan betegsége van egy kisgyereknek, ami nem igényel vizsgálatot, akkor eleve azt elég megbeszélni.
azt mindjárt elmondom, hogy milyen formában, mert itt azért még vannak nehézségeink, vagy pedig például kiütése van, vagy olyan szemmel látható képen ábrázolható elváltozása az adott gyereknek, akkor az a legegyszerűbb, hogyha lefényképezi az adott elváltozást, és ezzel már nem kell bejönni. Aztán tudunk ugye, tehát diagnózist is tudunk adott esetben felállítani, tudunk ugye terápiát írni a krónikus betegeknek mindenképp, de akár akut betegségbe például lefényképezik, hogy valakinek kötőhártya gyulladása van, akkor egy-két kérdés még, tudunk szemcseppet írni. De bármilyen más gyógyszert, ugye a felhőbe felírjuk ezeket a gyógyszereket, és a szülőknek csak be kell menni a patikába, ez egy óriási könnyebbség, és már is hozzájutnak. Beutalókat is tudunk írni online, sok mindent már el is fogadnak, itt még kell előrelépés, amit nem fogadnak még el, az a táppénz, tehát táppénzes papír miatt feltétlenül be kell jönni, illetve hát azoknak is be kell jönni, akiknek olyan panaszuk van, ami telemedicinával nem gyógyítható. Ha a törvényi szabályozáson változtatni nem is lehet egyelőre, már a praxisok és a szülők is tehetnek azért, hogy kicsit gördülékenyebben menjenek a dolgok. Próbálom a szülőket arra szoktatni a saját körzetembe, hogy jelentkezzenek, ne bejöjjenek, jelentkezzenek. Nem megy egyik napról a másikra, de hogyha egy éven belül itt áttörést lehetne elérni, akkor én nagyon elégedett lennék. Természetesen ehhez nekünk, kollégánknak is úgy kell hozzáállni, hogy lehetőleg ne csak azt az egy vezetékes telefont biztosítsuk a praxisunk lakóinak, hanem tényleg e-mailben, illetve vannak kollégáim, akik a Facebookot használják erre a célra, különböző platformokon el tudjanak minket érni. De ehhez azért az is kell, hogy mindenképpen kooperáció kell a szülő, meg az orvos, illetve az asszisztens részéről. Szerintem a kollégák részéről mindenképpen van hajlandóság, mert kénytelenek, tehát még az idősebbek is kénytelenek ebbe beleállni, mert különben egyszerűen nem lehet rendelni, mert folyamatosan csak a telefon csörög, és más se csinálunk, csak a telefont vesszük fel, és nyilván így érdemi munkát nem lehet végezni. Szerintem mindenkiben van hajlandóság, de egyelőre nincs egységes álláspont, hogy melyik részét használjuk a telemedicinát, ki mit kedvel jobban, milyen elérhetőséget. Ezt szerintem egyelőre mindenkinek a saját orvosával kellene megbeszélni adott helyzetben, hogy ő mit preferál jobban. És itt még egy mondatot szeretnék beszúrni, hogy az asszisztenseink mindenképpen egy órával a rendelés előtt már itt vannak. Fel tudják venni az akut telefonokat is, és nagyon el tudják dönteni, hogy ki az, akinek tényleg sürgős orvosi vizsgálatra van szükség. Ebben még hiányt érzek, és azt gondolom, hogy el kell kezdeni a magyar lakosság tájékoztatását arról, legalábbis én úgy tudom, hogy azt tervezik, hogy az ügyeleten is mentőtisztek lesznek, illetve diplomás ápolók. A mi asszisztensnőink nagyon képzett emberek, akik abszolút tudatában vannak annak, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. És nagyon szeretném, hogyha elhinnék a szülők, mert számtalanszor előfordul, hogy de ő a doktornővel akar beszélni. Nem indokolt. Ők el tudják dönteni, hogy mikor kell velem beszélni, illetve hát a kollégákkal beszélni. Időközben azért történtek előrelépések is az ügyben. Nemrégiben a Városházán találkoztak a gyermekorvosok képviselői, az óvodák és a bölcsödék vezetői. A meglepő az, hogy a problémát mindenki látja és érti. Meghívtak minket, ketten voltunk ott Vajda doktornő kolléganőmmel a Városházán, hogy beszéljük meg az igazolások körül felmerülő problémákat az óvoda és bölcsöde vezetőkkel. Igen, az eredmény az az, hogy egyrészt
én már azt is nagyon jónak tartottam, hogy meghallgattak minket, és egy másik nézőpontból is látják a problémát. Én kértem is a vezetőket, hogy ne csak ők, hanem a munkatársaiknak is ezt tolmácsolják, mert ugye péntek délután nem a vezető óvónő fogja azonnal ide küldeni a gyereket, illetve megmondani, hogy nem jöhet igazolás nélkül, holott lehet, hogy olyan problémája van, ami a hétvégén jószerivel elmúlik, és simán mehet óvodába a gyerek. Azt mindenképpen sikerült elérnünk, hogy az online igazolásokat is elfogadják, tehát nem csak az általunk itt a rendelőben megírtat. Ők is átérezték a problémát, én úgy érzem, és ez már fél siker. Én nagyon remélem, hogy azok a döntéshozók, a törvényhozók, akik hát ezt a rendeletet még mindig fenntartják, egyszer ők is át fogják ezt érezni. Ez mind szép és jó, de mit tehet ezzel egy szülő, főleg a koronavírus árnyékában? Ez a kérdés sokakban felvetődhet, úgyhogy meg is kérdeztük róla a gyermekorvosunkat. Nehéz helyzetben vagyunk, mert itt van a delta variáns a küszöbön. Azt mondják, hogy elsősorban a gyerekek között fog terjedni. Én ezt készséggel el is hiszem, hiszen ők ugye nem tudtak oltást felvenni, hiszen csak 12 év felett lehet oltani. De bajba vagyunk, mert a náthárról nem lehet eldönteni, hogy közönséges nátha, tehát rinovírus, adenovírus okozza, vagy a koronavírus delta variánsa, vagy esetleg szimplán allergiás, főleg ebben a parlagfű szezonban is sok kisgyerek. Vannak olyan élethelyzetek, amikor a szülőnek menni kell dolgozni, és orvosi kezelést persze nem igényel, de ugye kitiltják, mert attól tartanak, hogy ez biztos koronavírus okozta nátha. Erre egyetlen egy megoldás van, az oltás. Mert azt tudjuk, azért több milliárdan élünk itt a Földön, és azért már nagyon sok ember be van oltva, de arra vannak már kimutatások, hogy súlyos betegsége oltottaknak nagyon ritkán lesz. Tehát én nagyon kérem azokat az idős hallgatókat is, akik hallgatnak esetleg, és még nem oltatták be magukat, hogy oltassák be magukat, mert ez egy társadalmi cél, tehát az unokák miatt, hogy tudjanak iskolába járni, mert nagyon nem mindegy, hogy az ABC-t otthon kell egyedül megtanulni, home office-ban lévő szülők segítségével, vagy pedig egy erre termett, igazán tapasztalatokkal bíró pedagógus teszi ugyanazt. Tehát az egyetlen megoldás, hogy mindenki beoltatja magát, és erre most már van oltóanyag. Aki ezt nem teszi, szerintem felelőtlen. Ennyi volt már a köztérén, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!